Na, amíg sül a fagyi, addig hadd mondjak neked egy különlegességet. A minap a főtársammal, aki egyébként nagyon otthonosan mozog a konyhába, egy nagyon különleges ételt készítettünk, borzot vittünk a konyhába. Nem gondolom, hogy mindenki óckodás nélkül kóstolná meg, miközben a borz egy nagyon tiszta állat, és nagyon szép húsa van. Mihez hasonlít mondjuk szín világában vagy íz világában is a borznak a húsa? Én azt gondolom, hogy nyullal nagyon könnyen lehetne összetéveszteni. Érdekes azonban, íz világában én valahogy inkább a birkára tudtam hasonlítani. Soha nem ettünk még előtte borzat egyikünk sem, mint brassói készült belőle. Egy nagyon fiatal borzat sikerült terítékre hozni és így a konyhába eljuttatni. Egy nagyon szép húsú állatról beszélünk, és egy nagyon intenzív és nagyon izgalmas ízvilágot tudott. Semmiképpen, lehet, hogy az intenzív szó nem is jó, mert adott esetben ez elriaszthat többeket. Nagyon ízletes, nagyon finom étel volt. Azt nem mondom, hogy ez lesz a kedvencem, de én azt gondolom, hogy akinek van módja és lehetősége, az ne féljen tőle, próbálja ki, mert egy egészen különleges ízvilággal találkozik. Nyilván embere válogatja, hogy kinek mennyire fog tetszeni, de aki nyitott az ilyesmire, az mondom, nem fog csalódni. Azért is javaslom, mert közel egy olyan 10 évvel ezelőtt Kecelen Ehető Virágok Fesztiválja volt, és különböző kategóriában, szabadtőzön készült ételeknél, hát velem szemben is jött egy borz, igaz, hogy egy küllő volt sütve. Tehát egy kerékpárnak a kereke, rajta küllő, és gyönyörűen, tehát ki volt feszítve, meg volt sütve. Omlós volt, fantasztikus íze volt neki. Én azért is kérdeztem, hogy így vizuálisan milyen, mert én csak megsütve láttam, ízleltem is, tényleg, tehát egy egyedi ízvilága van neki. És te mihez tudtad hasonlítani? Én inkább a bárány. Tehát inkább a bárányhoz tudtam hasonlítani, lehet, hogy ez ugye tehát fiatal volt, mivel hogy a rozmaring is játszott főszerepet benne, meg a fokhagyma is, tehát inkább lehet, hogy egy ilyen verseny keretében, tehát próbálták ahhoz irányítani, hogy mondjuk például tehát egy ilyen kis bárány ízeket találjuk meg.